Részlet Károlyi Mihálynak a Nemzetgyűlés 1946. május 10-i ülésén elmondott beszédéből. Károlyi Mihály hangját a korabeli filmhíradó örökítette meg. Tisztelt Nemzetgyűlés! Milyen tisztelt elnök úr! Úgy látszik, hogy egy szerencsés csillag alatt születtem, mert én megéltem és megélem, hogy az eszméim az én életemben teljesüljenek. Azt kívánom és azt remélem, hogy ez az új magyar demokratikus köztársaság tovább ki fogja építeni magát a progresszív irányban, és tovább hű marad azokhoz az elvekhez, amelyeket ő lefektetett. Ez kívánom. Tisztelt Nemzetgyűlés! Én ellensége voltam az úri osztálynak, és azt az úri osztályt a magyar nép elmarasztalta. És most talán olyat fogok mondani, ami meg fogja lepni önöket. Karl Marx egyszer azt mondta, hogy ő nem marxista. Hát én azt mondom Károlyiról, hogy Károlyi többé nem károlyista. A hosszú emigrációban lassan kifejlődött a különbözőség attól az októbertől, amelynek én voltam a megteremtője. Bennem magamban is megtörtént ez a különböztetés. Az idő halad, és én nem álltam meg. Az idővel haladtam, akartam és akarok is haladni. Öreg létemre fiatal akarok maradni. Fiatal akarok maradni szellemben, fiatal akarok maradni a politikában. Tisztelt Nemzetgyűlés! A forradalmak egymásból inspirálódnak. Az 1848-i forradalmak, most nem csak a magyar forradalomról beszélek, 1789-ből inspirálódtak. Lenin megmondotta, hogy 1917 nem lehetett volna, ha nem előzi meg az 1905-ös forradalom. Az 1918-as forradalom inspirálója az 1848-as magyar forradalom volt. Itt kapcsolódik azután, hogy 1945-46 inspirálója az 1918-as forradalom. Az elmúlt években ennek a háborúnak a befejezése úgy történt, hogy a Vörös Hadsereg, amely jóformán diadalmenetben jött Magyarország felé, amikor idejött, tényleg felszabadította az országot. Mitől? A német náci uralomtól és a Horthy rendszertől, és ez a kettő egy és ugyanaz. Ez belekerül a történelem könyvébe, és ezt a magyar nemzet sohasem fogja elfelejteni. 1945 nagy érdeme és nagy jelentősége abban van, hogy az új magyar demokrácia rögtön hozzálátott a földosztáshoz, s nem csak felszabadította és kiemelte szegénységéből a magyar népet, de megtörte annak a feudális osztálynak hatalmát is, amely feudális osztálynak köszönhetjük Magyarország sok-sok mohácsát.